Jászol Székesfehérvár közössége. Életének 77. esztendejében elhunyt Gerencsér Ferenc, aki fél évszázadon át szolgálta a Szent István Király Múzeumot fotóművészként. Gerencsér Ferenc 1978-ban jelentkezett a Magyar Fotóművészek Szövetségébe, több kiállítással, országos fotópályázattal a háta mögött. Témái között kiemelten szerepelt az antik művészet fennmaradt tárgyai, a néprajzi emlékek és a paraszti életmód megörökítése, illetve a kortárs művészek portréi. Gerencsér Ferenc mindenkor a tárgyak megismerésével kezdte a munkáját, amit a múzeológusokkal folytatott konzultáció követett, és mindenkor figyelmet fordított arra is, hogy egy-egy műtárgy beazonosíthatatlan részletei is láthatóvá váljanak. 2012-ben a klasszikus múzeumi műtárgyfotózás kiváló képviseletéért Székesfehérvár városképének lakóinak, valamint a hagyományos paraszti életmód művészi megörökítéséért Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el munkáját. 2018-ban Székesfehérvár önkormányzata Érdi János emlékérmet adományozott számára, a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megőrzése bemutatása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. 2020-ban a Fejér megyei önkormányzat közgyűlése a térség művészeti örökségének gyarapításáért, fotóművészként végzett több évtizedes értékőrző alkotói tevékenységért a Marosi Arnold díjjal tüntette ki. Gerencsér Ferenc az évtizedek hosszú sora alatt a múzeumban együtt dolgozhatott mások mellett Fitz Jenővel, Petres Évával, Kralovánszki Alánnal, Fülöp Gyulával, és elkísérhette gyűjtő útjaira Pesovár Ferencet is. Fájó űrt hagy maga után. Szeretett hivatásáról egyszer így fogalmazott: mi a fényírói vagyunk, fény nélkül nem lehet. Lefényképezni nem tudok mindent, csak amit igazából látok. Emlékét megőrizzük.